Ilyen lesz majd a Palatinus strandfürdő wellness részlege, ahol szauna, élménymedence és gyermekmedence is helyet kap. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT által üzemeltetett létesítmény medencéit a korábbi években folyamatosan korszerűsítették, de a kiszolgáló épület évtizedek óta nem esett át hasonló fejlesztésen. Fél évvel ezelőtt a Palatinus strandmedencéit beválasztották a világ 10 legszebb strandmedencéi közé, itt ez konkrétan a hullámmedence volt, tehát azt gondolom, hogy ennek a rangnak a megőrzése ez elengedhetetlen volt, hogy a kiszolgáló egységeknek a fejlesztését is meg. A fejlesztésnek köszönhetően tehát a Palatinus egész évben nyitva tarthat. Az 1919-ben épült létesítmény egyébként jelenleg az egyik leglátogatottabb fővárosi strand, ami az elmúlt években a fiatalok egyik kedvelt találkozó helyévé vált. Egy átlagos nyári napon akár 6000 vendég is megfordul a Margit-szigeten lévő strandon. Ez több százezer fürdőzőt jelent egy szezonban. A strand látogatói már az idei szezontól birtokba vehetik a felújított kiszolgáló létesítményt, a wellness részleg pedig 2017 első hónapjaiban készülhet el. A bővítés egyelőre nem lesz hatással a jegyárakra. A fejlesztés 2,2 milliárd forintba kerül, amit a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT saját forrásból finanszíroz. A zene összetett hatással van a személyiség fejlődésre. Ez az, ami miatt fontos lenne, hogy a gyerekeknek minél több zenei élményben legyen részük. Hangzott el egy a mindennapos éneklésről rendezett országos konferencián, az ELTE tanítóképzőkarán. Kodálynak a egyik születésnapi kérése volt az óraszámnövelés, de attól mégis, ezután mégis csökkentek az óraszámok az ő halála után. A mindennapos éneklés az egy lehetőség, ami nem pótolja a mindennapos énekórát. Balogh Zoltán az Emberi Erőforrások miniszterének kezdeményezésére 2015. szeptemberében alakult meg a Mindennapos Éneklés Bizottsága, amelynek feladata, hogy a mindennapos testnevelés mintájára megteremtse a mindennapos éneklés feltételeit. A Mindennapos Éneklés Bizottsága nagyon szeretné, hogyha legalább felmenő rendszerben 6. osztályig lenne 2 énekóra a normál iskolákban is, mert azért most egy van, és az annyira kevés, hogy tulajdonképpen igazán komoly munkára nincs lehetőség. Az ELTE tanítóképzőkarán rendezett országos konferencián a szakemberek különböző szekciókban vitatták meg a mindennapos énekléshez kapcsolódó felvetéseket, és egy közös énekléssel is bizonyították, hogy énekelni bárhol és bármikor lehet. Tavaly szervezte az első hasonló sportversenyt a Mesevár óvoda, és azon annyi szülő vett részt, hogy nem jelentett nagy kockázatot, ha az óvoda dolgozói idén az egészség hetére is készültek egy szülős sportprogrammal. A Mesevárba járó 230 óvis közül alig hiányoztak néhányan, és a szülők túlnyomó többsége is eljött. Sőt, az egészség jegyében szervezett rendezvény kellékeinek egy részét is ők hozták, rengeteg zöldséget és gyümölcsöt, hogy ezzel is támogassák az óvoda pedagógusok munkáját. A helyes táplálkozás kialakításában, az egészséges ételek megismertetésében nagy szerepe van a szülői, a családi háttérnek, és hajlandóak a gyerekek megkóstolni a számukra ismeretlen ízeket is. Az óvónők kreativitását dicséri, hogy a munkából érkező szülők is minden feladatot meg tudtak oldani a gyermekeikkel együtt. Játékos feladatokat kell teljesíteni szülőknek és gyerekeknek egyaránt, ilyen például a kötélhúzás, labdaterelés, babzsákdobás, különböző ügyességi és váltóversenyek. Az óvoda vezetőinek ígérete szerint a tavaszi sportos egészségnapot jövőre is megszervezik a Mesevár óvodában.